Még jelzésértékűnek is mondható, hogy az 5. újévi Siógárdi Kajszakoncert Beethoven örömmodájának dalamaival vette kezdetét. Hiszen mindenki boldog volt, aki eljött közösen ünnepelni az új esztendőt, a közösséget és a zenét. Kajszáiknál családi hagyomány a muzsikálás, olyannyira, hogy a legkisebbek, a 3. generáció tagjai is színpadképes produkciókkal rukkoltak elő. És talán a boldog mosolyú emberek között a legboldogabb a 90. életévén is túllévő nagypapa Kajsza József volt. Azt mondja, nincs gyógyszer, ami úgy használna, mint amikor a családot közösen látja játszani a színpadon. Ha én nekem valami lelki problémám van, valami ott összetörődök, így valami úgy történik az egészségügyben, bármilyen egy ilyen kicsit megráz, vagy szóval úgy el akar vinni valamerre, akkor ők az én menedékeim. A Jóisten ajándéka, így mondom. Az, akinek ez nem lesz meg, az nem tudja, hogy mit veszít. Ez egy nagy áldozathozatal, de az egész életünk egy áldozathozatal. Ha is ezt nem becsüljük, vagy ezt nem veszük tudomásul, akkor nagyon nagy veszteség ér bennünket. De most inkább a gazdagodásról kell szólni, persze nem anyagi értelemben. A talentum adva van mindenkinek, de élete csak akkor lesz teljes, ha ezt kibontakoztathatja, mondta apa, azaz Kajsza Béla. Nekünk megadatott az a lehetőség, tradíció, most már mondhatom így is, hogy muzsikálunk. A zene végül is azt gondolom mindenkinek az életét meghatározza, hiszen az ősember is ütötte a korhat fát, vagy a két csontot össze, és ez egy bizonyos ritmust, zenét adott. Most nekünk már nem kell ezeket ütni, bár vannak, akik ugye az ütősök, azok azt ütik, mi fújjuk a rezet. Egyik kedves barátunk írt egy cím, hogy milyen jól hangzana, hogy a Kajszáig fújják a rezet. Hát mi nem megfújjuk, hanem fújjuk, és hát szeretnénk ezzel örömet szerezni minden évben a falunk lakosságának. A civil szervezet mostanában egy divat szó, de nagyon is helyénvaló és nagyon is fontos, hogy olyan civil idézőjelben szervezetek alkossák a falut, amely maga területén tradícióként is akár meghatározza a falunak a minőségét. Hiszen egy-egy civil szervezetnek a munkálkodása az mindig olyan közösséget vonz magához, ami végül is előbb-utóbb bevonja az egész falunak a közösségét, és olyan élettért teremt a faluba, és itt kisfalukról beszélek, ugye különösen, mint Siógárd is, hiszen 1300-an lakunk csak Siógárdon, ahol mindenki ismeri egymást, és előbb-utóbb körbeér ez a civil szervezetnek, a szervezeteknek a működése, és ezáltal egy nagyon jó társaság, egy jó életérzés keletkezik. Azt tudom és érzem, hogyha valaki valamit jókedvel és örömmel csinál, akkor az úgy kitágul, kiteljesedik. És ahogy teljesedik, mint a vízbe dobott kőnek a hullámai gerjednek, és egyre nagyobb kört ölelnek be, ugyanúgy vonza magához ezek a hullámok az embereket is, és ezáltal azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy megtartó erőnek is nevezhető. Hát akkor következzen az utánpótlás. A legkisebb Kajszáék jó példát láttak maguk előtt, és nem volt kérdés,
követik-e. Gyerekkorom óta zenélek, sok gyakorlás van emögött. Nem szeretnék mindig leülni, tanulni, de leülök. Szívesebben tableteznék, nézném a tévét, de egyre nehezebb darabok kerülnek elém, és veszem vele a terket, csinálom. Annak idején, amíg nem voltam nagypapa, mindig azt szoktam mondani, azt mondtam, hogy azt szeretném még megírni, hogy az unokáimmal is tudjak még muzsikálni. És hát lám megadott a Jóisten, engedte, hogy most két unokánk is a színpadon áll, a harmadik ő nem áll a színpadon, mert ő táncol. Tehát ugye mondták már tavaly, hogy nem baj, majd fújjátok neki, ő meg majd táncolni fog, de hát ez csak egy lehetőség. A tradíció az ugye öröklődik. Az úgy vonzza egyik a másikat, és ahogy mi is annak idején a gyerekek édesanyjával a muzsikába nőttünk, és a szüleimtől már a muzsikába kerültünk, vagy éltük az életünket, ugyanúgy gerjedt ez tovább, és vált egy igényé, hogy valamilyen szinten muzsikáljunk, valamilyen szinten tudjunk örömet szerezni. Hát ha nekünk ez adatot, meg ez a talentumunk, akkor ebben éljünk, és ezt adjuk tovább.